16 közterületi hulladéklerakó működött néhány éven át Pakson, kizárólag a lakossági hulladék fogadására. A szeméthegyek a konténerek körül évről évre nőttek, csak úgy, mint a költségek. Emellett az új hulladékkezelő központban csak válogatott hulladékot tudnak feldolgozni. A képviselőtestület ezért úgy döntött, január 1-től megszünteti a közterületi lerakókat, helyüket elbontották. A lakosok egy része nagy része megértette ezt, de néhányan vannak még olyanok, akik, akik, mint ahogy láthatjuk, is, néhány zacskónyit, vagy néhány kupasznyit leraknak. Ezeket próbáljuk minden nap felügyelni és elszállítani, és hát ez nyilván is további költség bekerül. Az egykori lerakók helyén táblák jelzik a tilalmat, és hívják fel a figyelmet arra, hogy a hulladékkezelő központban a nyitvatartási idő alatt ingyenesen veszik át a lakosságnál keletkező hulladékot, külön válogatva az építési törmeléket, a nagy darabos lomot, a veszélyes, illetve elektronikus, a csomagolási és a zöld hulladékot. A szabályok ellen vétőkre büntetés vár. Tudjuk, hogy január 1-től a város felállította új fent a közteletfelügyeletet. Ezeknek a közteletfelügyelőknek ez három főből áll. Feladata a, a konténer helyeknek az ellenőrzése, és jogosítványuk van arra, hogyha ha is van, akkor a, a helyszínen első alkalommal 50 ezer forintos pénzbírságot szabjon ki, másod alkalommal pedig 70 illetve élhet a feljelentés jogával, és a járási hivatalnak jogosítványa van a büntetésre, az pedig 150 ezer forinti terült pénzbírságot jelent. A közterületi konténerek január 1 csak a város temetőiben működnek. Ezekbe kizárólag az ott keletkező zöld hulladék helyezhető el.